Sziasztok! Egy intruder típusú steamer megkötését szeretném bemutatni. A légy megkötését a tandem holók kialakításával, erőkészítésével kezdjük, amihez egy 0-1-es méretű pontyozó holót használok. Ezt befogjuk a satúban. Ezután veszünk egy acélerőkét, két végét, a vékonyítás tövénél levágjuk. Majd ebből a lóterékőjéből kivágunk kb. Egy 12 cm-es dolgot. Ezután felülről a holók szemen az egyik végét átfűzzük, majd a másik végét bevisszük a holokszál aljába, és innen a másik végét is szintén felülről átfűzzük, hogy a vége egyforma hosszúságba kerüljenek, majd a kettőt összefogva előre húzzuk kézzel, ameddig tudjuk, majd egy fogó segítségével behúzzuk a drótot teljesen, kivesszük az előkészített horgot. Ezután a satóba befogunk egy előre elkészített, 3,5 cm hosszú acélos srenket. Ezt befogjuk a satóba. Légy megkötéséhez kétféle célnát használok. Egy narancssárga színű, 3x0-as méretű erős steamer-es közölőcélnát, és egy kicsivel finomabb 6x0-as barna színű kötöző célnát. Először vesszük a 3-as méretűt, a vastagabb célnát, amit a srenk szemnél néhány tekeréssel rögzítünk, fölösleges célna véget levágjuk, a célnát hátra visszük egészen a srenk befogott végéig. Ide néhány tekerést tekerünk, hogy elfedjük az éles srenk véget. Ezután vesszük az előre elkészített tandem horgot, amit lefogadtunk a holok szár két, vagyis a srenk két oldalán, úgyhogy a holok vég és srenk között körülbelül 5-6 cm távolság legyen. Ezután srenk teljes hosszán előteljesen rögzítjük a drótelőkét. Majd még egy réteggel vissza a srenk végéig. Innen vissza egészen a srenk elejéig.
Ezután rögzítjük a barna színű, hatos méretű kötözőcérnát, ezzel lefogatjuk az előzőleg használt vastag cérnát, tőben levágjuk, hátra viszem a cérnát egészen a befogadott részig, veszek egy kis világos kék spektra dubbingot, ezt társadom a kötöző célnára, majd ezt körülbelül egy fél centis részen feltekerem a shrink szálam. Ezután veszek egy dúsabb Royal Blue színű malabutollat. Ezt a dubbingolás előtt ráérzik a shrink szálra, úgy, hogy a malabú végei körülbelül a horog közepéig érjenek. Majd két lazább tekeréssel ezt rögzítjük a száron, majd ezután malabú szegmenseket egyenletesen elosszuk a shrink szálán, úgy, hogy ez teljesen körbeérje. Az egész horgot, vagyis shrink szálat. Ezután ezt a malabut végig rögzítjük a shrink szálán egészen a végéig, itt fölösleges véget levágjuk, majd még néhány túrával rögzítjük. Ezután veszünk egy gyöngytyúk tollat, aminek hosszabbak a szegmensei, szintén Royal Blue színűt, ennek a fölösleges bolyos szegmenseit alulról letépjük, majd megfogva a végét, a szegmenseket hátra simítjuk, végét lefogatjuk az előzőleg rögzített malabú tövénél, ezután szegmenseket előre toljuk az ujjunkkal, kissé megszorítjuk, így ezek megfelelő pozícióba állnak, majd elkezdjük feltekerni korábban rögzített malabú tollszegmensek elé, úgy, hogy minden tekerésnél előre húzzuk a gyöngytyúk szegmenseket, hogy ne csípődjenek be, így szép egyenletesen egymás mellé kerülnek. Amikor feltekertük, néhány tekeréssel rögzítjük, ezután a vastag megmaradt szálat tőben levágjuk. Még néhány tekeréssel a tövét rögzítjük. Megfésüljük, a szegmensek egyenletesen igazodjanak el a
streng szál körül. Ezután következik a flash rögzítése, amihez tinszel flash-et használok, Marabu Action-t, tehát nagyon lágy, puha veszünk egy kisebb csomót ebből, ráhelyezzük az előzőleg rögzített gyöngytyúk tól tövénél, itt a vodok szál tetején néhány tekeréssel rögzítjük, a hossza körülbelül megfelel a marabú, korábban rögzített marabú hosszával, tehát két lazább rögzítés, majd ezután szépen eloszlatjuk egyenletesen a sreng szál körül, úgyhogy 180 fokba mindenhova kerüljön a légy körül. Ezután levágjuk a csomót, következik a végleges rögzítés. Ezután következik az előzőleg használt világos kék dubbing feltekerése az egész szálon. Veszünk egy kis kék dubbingot, egyenletesen feltekerjük a lásolvők a célnára, majd ezt elkezdjük feltekerni sreng szálon. Dubbingolást egészen a sreng szemrészétől vissza fél centire fejezzük be. Ezután veszek még egy szálmarabut az előzőleg használt színből. Ezt ráhelyezzük a sreng szál végén, két lazább tekerés, majd ezután az előző módon, tehát egész körben 360 fokba eligazítjuk a marabut. Mindenhova egyenletesen jusson, akkor ezzel megvagyunk, néhány erőteljesebb tekeréssel rögzítjük, majd fölösleges szegmenseket
hűtőben. Leváljuk. Majd levágott résznél is rögzítjük. Akkor ezzel meg vagyunk. Következik a következő réteg, flash, ezt ráhelyezzük a korábban rögzített, előzőleg rögzített malabú szegmensek tövénél, két-három lazább tekeréssel rögzítjük, majd szintén ezeket is 360 fokban egyenletesen eligazítjuk. Akkor ezzel meg vagyunk. Összefogjuk a csomót, majd tőben levágjuk. Még néhány tekerés. Következik a utolsó réteg kialakítása, tehát szintén egy kék színű. Vagyis gyöngytyúk tollat. Erről szintén letépjük a fölösleges szegmenseket, ezután a végét megfogva visszasimítjuk a szegmenseket a toll vastagabb szála fele. Ezután a végét néhány tekeréssel rögzítjük. Fölösleges darabkát levágjuk. Ezután a szegmenseket megfelelő pozícióba állítjuk, majd elkezdjük feltekerni, úgyhogy minden réteg feltekerés után szegmenseket hátra simítjuk, így ezek nem csípődnek be. Ezután két-három tekeréssel rögzítjük vastag szálat, amit már nem használunk, tőben vágjuk. Hátra simítjuk a szegmenseket, még néhány tekerés célna. Ezután vesszük a előzőleg használt vastagabb 3-as méretű, narancs színű célnát, majd ezt rögzítjük, ezzel rögzítjük az előre használt célnát, fölösleges célnalékot levágjuk, majd ezzel a narancssárga célnával kialakítjuk a fejet. Fej kialakítása után célnát végkötő segítségével elkötjük.
Fejjel rakunk egy kis pillanatragasztót. És kész is van a legyünk. Jó szórakozás az elkészítéséhez. Sziasztok!